A kulturális alapellátásról konzultált EGRI közművelődési szakemberekkel, Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel és Habis László polgármesterrel Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár Egerben. A politikus a megbeszélések után sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a június 20-án rendezendő Múzeumok éjszakája országos programsorozat kiemelt vidéki helyszíne lesz az EGRI Dobó István Vár Múzeum. Az idei évben, a 2015-ös évben úgy döntöttünk, hogy a 2014 decemberében kormánydöntés következtében nemzeti emlékhelyé vált Dobó István EGRI Vármúzeum lesz az egyik országos helyszín, és az országos promócióban ezt erősíteni fogjuk. Az államtitkár tárgyalt Egerben a közművelődési intézmények hatékonyabb működtetéséről. Habis László polgármester azt mondta, kiemelt fontosságú kérdés a Bródi Sándor könyvtár fejlesztése és a helyőrségi klub hasznosítása. Szóba került a tárgyalásokon a színházak finanszírozása is. Azt várjuk a kormánytól, hogy segítse az alapellátás jobb pénzügyi pozícióját, mert mi ehhez a szükséges saját erőt majd hozzátesszük. Úgy gondoljuk, hogy ahogy például a könyvtár finanszírozás egy lényegesen részletesebben kidolgozott szakmai mutatószámrendszeren alapul, valami hasonlóra lenne szükség a közművelődésben is. A sajtótájékoztatón elhangzott, a Szép Művészeti Múzeum rekonstrukciója alatt több műkincset szeretnének Egerben bemutatni, így várhatóan időszaki kiállítás nyílik majd a Pirker képtár alkotásaiból és a Fáraók világát bemutató gyűjteményből. 450 intézményben.